Ha kérdés volt benned, hogy 2 és 6 év között milyen kerékpárt legyél a gyermekednek, akkor itt a válasz. Sziasztok, Bezsi vagyok, és kezdjük a tanuló kerékpárral. Ezt más néven futóbiciklinek is hívják. A következő képen működik. A kis rúgó felpattan a nyerekbe, mindkét lába ugye leér a földre, és úgy hagyja magát előre. Miután az egyensúlyozást megtanulta, átérhet a 12-es kerékpára. Na, mire kell odafigyelned? Mindenféleképpen olyan kerékpárt nézél, ami van első fék. Szerintem biztonsági okokat nézve jó, hogyha megtanulja és elkezdi használni. A másik dolog, van tömörkerekes változat és pumpálható kerekes változat. Én mindenféleképpen a pumpálhatót javaslom. Ugye ebben hagyományos belső van, amit felpumpálsz, és miért jó ez? A kis út egyenletlenségeket fel fogja venni a belső, ugye nem fogja úgy rázni a kis gerincét, az ízületeket. Egy kis patka van, vagy bármilyen kis döccélőmbe akarva akaratlanul bele fog menni, már pedig bele fog menni. Ugye csillapítani fogja ezeket a kis döccenőket a belső nyomása. És tanul bicikli után jön a 12-es kerékpár. Bármit elárulok neked, hogy nem feltétlenül muszáj a futókerékpárt megvásárolnod. Még mindig az esetek 80%-ában a 12-es kerékpárral szokták kezdeni. Na de hogyan tanul meg a 12-es kerékpárral biciklizni a kis úrkó? A válasz nagyon egyszerű. Az oldalsó kis támasztó kerekekben rejlik a megoldás. Itt van egy tévhit. Nem szabad beállítanod úgy a mankókereket, így is nevezik, hogy egy színben legyen a gumi aljával. Egy kis billenést kell neki hagyni. Így esélyt adunk arra, hogy az egyensúlyozást megtanulja. És miután az egyensúlyozás egyre jobban megy, akkor ezen a kis mankókereken, hisz ez a kis mankókerék, ez állíthatós. Fejebb is lehet tenni, lejjebb is lehet tenni. Ezen tudunk állítani, és ugye minél jobban megy az egyensúlyozás, úgy kell egyre jobban feljebb tenni. Hogyha egyre többet tud már úgy menni, hogy a két kis mankókerék nem érje a földet, akkor van egy kis eszköz, még ezt is bevethetjük. Biztos ismerős, hagyományos seprűnyér, mikor ide hozzá szoktuk kötegelni. Ez egy kis speciális célszerszám, itt kell rögzíteni a kerékanyákon, és ugye miután a mankókereket levettem, biztonsági okokból még követem a gyereket, és közben tartom, hogyha ne adj Isten, el akarna véletlenül borulni, akkor megfogom. Persze már amit engedek neki egy kis szabadságot, hogy tudja tanulni egyre jobban az egyensúlyozást. Egy 12-es kerékpár esetében azért már érdemes, hogy figyelni a minőségre. Na nézzük, hogy mire. Mindenféleképpen javaslom, hogy már fémkerekek legyenek benne. És figyelj arra oda, hogy a gyárilag elő szokott fordulni, már sajnos ekkora 8-as van benne, körülbelül így imbolyog a kerék. Erre érdemes odafigyelni, hisz súrolhatja az első féket, és így lassíthatja a kis kerékpározót. Mindenféleképpen csapágyas legyen a kormánya, a hajtókarnál és a kerekek. Ezt a kis kerékpárt 2 és 4 évkor között szokták használni. Mivel állítható a kormány magasság és a kis nyeregnek a magassága, ezért, hogy amikor nő, akkor utána lehet korrigálni. Sőt, ha gyárilag előfordul, hogy kisebb nyerekcsövet adtak hozzá, akkor még ezt is lehet cserélni. Mindenféleképpen figyeljünk arra oda, hogy a kormánynak a dőlésszögén lehessen állítani. Illetve arra utalok itt, hogy lehessen kicsit előre is dönteni, és hátra, mármint a kis testéhez közelebb. Ugyanis, hogyha túl távolra esne a kormány, ugye ilyenkor a csöpségeknek még a kis keze, lába, az még ugye rövid. És ilyenkor ne kell nagyon rábújulni a kerékpára. Tehát mindenféleképpen nézzük azt, hogy kényelmes legyen. Nem feltétlenül kell megijedned, hogyha esetleg a lába nem érne le, de azt mindenféleképpen oda kell ügyelned, hogy kényelmesen, amikor ez a pedál az alsó holdponton van, tehát a nyerektől legtávolabbra esik, akkor kényelmesen elérje a pedált. Én a kontrafékes kivitelt javaslom. Tehát ugye a pedál hátra nyomásával történik a fékezés.
Van szabadon fotós is, amit folyamatosan tudunk hátrafele tekerni, de ezt a fajtát könnyebben megtanulják a gyerekek használni. A fékkornál is oda kell figyelni, ugyanis kis rövid kezeik vannak, és vannak bizony olyan fékkarok, hogy nem érik el a fékkart a kis kezecskéjékkel. Na most, egy jobbfajta fékkarnál található itt egy csavar, és ez azt a célt szolgálja, hogy ennek a bejebb csavarásával a fékkaron közelebb lehet állítani a markolathoz. A 12-es kerékpár után rendszerint a 16-os kerékpár szokták választani. Ezt 4 és 6 év között fogják használni. Bár a piacon azért létezik 14-es méret, de ez elhagyható. Elég nagy az átfedés. 12-es után lehet egy kicsit állítani ugye a nyerget, és 12-es után jött a 16-os kerékpár. Tulajdonképpen erről a kerékpárról azt kell tudni, amit már a 12-es verziónál elmondtam. Amit ott megemlítettem, az mindig az a 16-osnál is. Hogyan állapítod meg azt, hogy melyik a 12-es, 16-os és a 20-as méret? Úgy, hogy a külső gumi oldalára rá van írva. 16-szor, és utána lesz egy szám, mondjuk 2-es, az pedig a szélességét fogja jelölni. De ami mindig legelőtt található, a szám, amivel kezdődik, az pedig a méretét fogja jelenteni. És még egy dolog, amire oda kell figyelned. A fékkar. Jó minőségű legyen, ugyanis egy gyengébb minőségűnél a bobden megszorul, már alapból nem jó a mozgása, és ezért nagyon nehezen fogja tudni behúzni, és ez nem lesz biztonságos. Valamint javaslom, hogy ne vegyél összteleszkópos kerékpárokat, sebességes kerékpárokat, ha ugyan sebességes, nagy jövő esetben létezhet 16-os méretbe, mert ezzel meg fog gyűlni a kicsinek, és neked is a bajod. Egyszerűen csak egy szimpla, kontrafékes és jó minőségű kerékpárt javaslok neked. Köszönöm, hogy velem tartottál. A folytatásban kulcsfontosságú információkat fogok neked átadni a 20-as és 24-es gyerekkerékpárokról. Ha kérdésed van, tedd fel!